Üdvözlök mindenkit, ez itt az Ügyfélóra. Hétről hétre jelentkező műsorunkba Maros megyei polgármesterek látogatnak el, hogy az elmúlt időszak eredményeiről, kihívásairól és terveikről beszélgessünk. Mai meghívottam Kovács Edit, Maros Keresztúr községpolgármester, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Mindenek előtt beszéljünk a községről, a településről, mutassuk be egy kicsit, hogy hol helyezkedik el, kik lakják, milyen falvak alkotják. Jó, akkor így röviden megpróbálom bemutatni, bár én most már úgy gondolom, hogy 2016 óta mindenki tudja, hogy Maros Keresztúr hol van. Azelőtt azért elég sokan feltették a kérdést, mert úgy eltűnt a Nyárátő és Vásárhely között. Tehát a mi községünk a legszebb, a legfejlettebb, ugye, és nem tudok itt másképp csak szubjektíven beszélni róla. Maros-Vásárhely szomszédságában nem nagy területű község, 1300 hektárunkkal nem mondhatjuk magunkat területileg nagynak, éppen ezért a népsűrűség jóval nagyobb, mint általában a környékbeli településeken. Minden adottságunk megvan hozzá, hogy tényleg szép községnek mondjuk nevezzük magunkat, mert van folyónk, van marosunk, van erdőnk, van természetünk, tehát ki ne lehetne büszke arra, hogy minden természeti adottság megvan ahhoz, aminek egy településnek szüksége lehet. Ugye az, hogy közvetlenül a megyeközpont szomszédságában van a terület, milyen pozitívumokat hordoz magában, illetve milyen negatívumokkal jár, hiszen gondolom negatívumok is vannak abban, hogy ennyire közel van a megyeközponthoz. Igen, pozitívumként természetesen azt sorolnám fel, hogy a továbbtanulást a gyerekeknél, tehát sokkal több lehetőség van, vagy a munkahelyek szempontjából, bár ez most már kölcsönös, mert ugyanúgy járnak ki Marosvásárhelyről Maros-Keresztúra dolgozni, mint fordítva. De mégiscsak jó egy megyeközpont, egy város, egy nagyváros mellett lakni, és ebből csak előnyök származnak. A hátránya az, hogy Maros-Keresztúr most már teljesen elveszítette a falu jellegét, a rurális jellegét, és akkor így nem tudjuk most már, hogy mi városon élünk, vagy falun élünk. A kettőnek a keveréke az, ami azért azt hozza maga után, hogy elveszíti a falu jellegzetességét, sokat veszít a hagyományaiból, amit talán nem is tudom, hogy honnan tudjuk még ezeket előhalászni, úgyhogy elvárosiasodtunk. És egy másik hátrány az, hogy elég nagy a változás, a település, a lakosság összetétele között, tehát jönnek, mennek az emberek pont ezért, hogy beköltöznek városra, kiköltöznek a városból. Milyen hatással van ugye ez a beköltözés mondjuk úgy a régi lakosokra, vagy azokra a lakosokra, akik ott születtek? Van esetleg egy ilyen új lakos és régi lakos közötti, hát nem feltétlenül konfliktus, hanem nézetekben való eltérés? Milyen konfliktusnak nem nevezném, de természetesen vannak ilyen kisebb szúrások, főleg amikor egy olyan beköltözött úgymond jövevény, ugye, mert így nevezzük őket, jövevény mond véleményt, hogy hallgass, te mit is tudsz Keresztúrról, és sajnos nekem is el kell mondani, és anélkül, hogy bármilyen problémám lenne, vagy kritizálnám én a beköltözőket, hogy nagyon nagy a különbség a régi, igazi keresztúri, vagy Kakasdiról is beszélhetünk, ugye, mert két faluról beszélünk, a régi lakosság között, ahol még mindig megtalálható az az összetartás, az, hogy szomszédok voltunk, hogy minden nap beszélgettünk, hogy segítettünk egymásnak a munkában, és akkor vannak ezek a beköltözöttek, akik igazából nem a közösség része, ezek csak az ott lakók, de nem aktív résztvevői a közösségi életnek sem. Az előbb említette az oktatást, hogyan állnak az oktatás terén, a iskolák, óvodák terén, mennyire van rá igény? Erre vagyok a legbüszkébb, mindarra, ami 2016 óta a községünkben az oktatás terén történt. Itt én most főleg infrastruktúráról beszélek, mert sikerült iskolát bővíteni, és az egyik legmodernebb, és itt minden szerénységű
szerénységgel együtt mondhatom, hogy az egyik legfelszereltebb és legmodernebb iskolát tudhatjuk magunkénak megyeszinten. Óvodát sikerült építeni, kettőt, nem is egyet, hosszabbított programóvodát is, egy normál programóvodát is az elmúlt 6 évben, úgyhogy nagyon-nagyon sokat fektettünk az oktatásba. Nagyon aktív élet is folyik ezekben az intézményekben. Múlt hétvégén is konferencia volt, együttműködési szerződést kötöttünk egy ráckeresztúri iskolával, és akkor itt nagyon fontos a tapasztalatcsere, meg a jó példák átvétele innen, oda, onnan, ide. Úgyhogy ez az a kategória, amire legbüszkébbek vagyunk, viszont itt még egyetlen hiányunk van is, ez a bölcsöde, amin dolgozunk, viszont a jelenlegi helyzetben olyan stagnálás érezhető, ami a minisztériumi rendelet után sajnos sok minden nem történt ennek az előrevitelében. Nagy hatásra volt önökre az új rendeletnek a kihirdetése vagy beiktatása, ugye pont mától? Hát ez még túl korai, hogy erről véleményt mondjak, természetesen nem tetszik nekünk, de úgy átgondolva is, már a könyvelőséggel is beszélve, nem úgy látom, hogy olyan óriási nagy akadályt jelentene ez a fejlődésben. Igen, egy picit most meghúzzuk a szíjat, jobban átgondoljuk a költségeket, nem mintha eddig olyan nagyon pazaroltunk volna, de hogy tényleg észszerűsíteni kell ezeket. Nem állítottak minket le egyáltalán, mert tudjuk, hogy az első 10 hónap átlagának az most is az összegét azt elkölthetjük, tehát ez nem azt jelenti, hogy ellehetetlenítették a munkánkat, de mindenképpen megnehezítették. Ugye az ivóvíz és szennyvíz hálózat az most nagyon aktuális téma sok településen Erdélyben. Az önök településén mi a helyzet? Van még munka e téren, vagy... Minden kevés, minden rendben. Uh-huh. Hát majdnem minden rendben sikerült. A legnagyobb munkánk ilyen téren az a székelykakasdi víz és szennyvíz hálózat kiépítése volt, amit sikerült röpke 3 év alatt el is indítani, tehát ma már működő hálózatunk van ott is. Maroskeresztúron pedig 98%-os lefedettségről beszélnék ilyen téren, vannak még utcabővítések, de nem volt az elmúlt 6 évben olyan költségvetési lista, amin ne lett volna egy vízhálózat vagy egy szennyvíz csatorna bővítés. Idén is volt ilyen utcánk, tehát kis lépésekben követjük azt a fejlődést, ahol még nem volt erre lefedettség. Ugye az utak állapota is fontos egy településen, és ahogy bővülnek az utcák, gondolom azokat le is kell aszfaltozni, vagy van rá igény. Mekkora kihívást jelent az, hogy ugye új utcák is kialakulnak, amelyeket aztán előbb-utóbb aszfaltozni kéne? Hát mi Maroskeresztúron nem beszélhetünk arról a nagy építészeti boomról, ami itt a környékbeli településeken van, tehát 1-2 utca létesül mondjuk így 3-4 évente. Természetesen mindenhol megvan ez a követelmény, és rögtön le kellene, a igény az persze van rá, de azt is tudni kell, hogy a helyi költségvetés az egyetlen olyan forrás, amiből ezeket az utcákat aszfaltozni lehet, mivel más alapok nincsenek. Hát vannak az állami alapok, de az elég ritka és elég nehezen működő. Itt van egy projektünk, de talán majd később beszélhetünk erről. De a héten fejeztük be az egyik nagy, fontos utcánk aszfaltozását, ami majd kialakulóban lévő ipari park fele fog vezetni, tehát ennek stratégiai fontossága is volt, de amúgy a lakosság is nagyon-nagyon rég kéri ezt a dolgot. Nagyon kevés ma az aszfaltozatlan utcánk a községben, ott vannak még a kakasdi mellékutcáink, de arra már van aláírt finanszírozási szerződésünk, akadályokkal, kislépésekben, de oda fogunk érkezni, hogy ez is meg fog történni. Maroskeresztúron pedig tényleg csak 2 olyan új, onnan létesült utca van, az egyiket még át sem vettük az önkormányzat tulajdonába, ahol ezeknek az aszfaltozására még sor kell kerüljön. Van ott egy közös projektünk a Marosvásárhelyi részen, a Kombinált utca is, az Azomaros mögötti út, tehát hogy vannak, egyfolytában ezen is dolgozunk. Ugyancsak így minden évben gondolkodunk arra, hogy ezt a részét is fejlesszük, természetesen költségvetési lehetőségek szerint. Ugye, hogy már így a kombinátot említette, az újraindítása okozott valamilyen társadalmi elégedetlenséget, esetleg voltak erre visszajelzések? A
Nem értettem a kérdést. A kombinátnak az újraindítása? A kombinát újraindítása. Itt most én személyes véleményt, olyan nagyon sok vélemény nem hallottam azóta róla, de igen, érezhető már, hogy újraindult, érezhető a levegő minőségén. Látható, sokkal jobban látható reggel, amikor fentről, ugye én Székelykakasról átmen Maroskeresztúr fele, mindig szembe az Azomarossal érkezem meg, és azóta ködös a levegő, azóta szürke az égbolt, még akkor is, hogyha tiszta idő van. Igen. Térjünk át a megvalósításokra a községben. Ugye említette már, hogy az egyik legbüszkébb, vagy az egyik megvalósítás, amelyre a legbüszkébb az oktatás terén valósult meg, de biztos vagyok benne, hogy vannak még más megvalósítások is az utóbbi évekből. Ezekről meséljen, kérem. Itt főleg, hogyha infrastruktúráról beszélünk, akkor ugye elmondtuk az aszfaltozás terén meglétesült beruházásokat. Ezeket én úgy szeretem, hogy az emberek látják, és akkor használják, és akkor lesznek igazán olyan megvalósítások, amik számítanak. Ezeken kívül inkább beszélnék arról, hogy a közösségi téren milyen előrelépések történtek, viszonyítva a 2016 előtti évekhez, amikor nem létezett közösségi élet, nem létezett közösségi ház, nem volt egy hely, ahol bárhol, nem is volt igény rá, és ez kitűnik a mai napig, mert 7 éve dolgozunk ezen, és vannak olyan események, ahol sajnos csak mi vagyunk jelen a szervezők, és még néhányan, és ez visszavezethető ugye a lakosságnak az összetételére is, de viszont mégis nagyon sok minden történt, kis lépések, amik már a nagy eredményekhez vezettek, vannak nagyon szép dolgaink, van egy 10 éve működő néptánccsoportunk, ahol van már nagy és utánpótlás is, kis csoport is. Ez a legszebb dolog, ami nálunk közösségi téren történik, és idén meg is ünnepelték a 10 éves szülinapjukat. És most 10 év után itt egy magyar tánccsoportról beszélünk, és most 10 év után létesült egy román egyesület is, és nekik is sikerült elindítani. Mi ezen 7 éve dolgozunk, nem volt kisebb-nagyobb szerencsével, elindult, aztán jött a Covid, akkor félbeszakadt, nem sikerült újraindítani, és most már van 2 aktív néptánccsoport. Ők teszik ki a közösségi élet zömét, 80%-át. Mivel látja, vagy miért látja azt fontosnak, hogy a közösségi élet terén is legyen fejlődés, hiszen infrastruktúrálisan, vagy akár építkezések terén, megvalósítások terén, hogyha létrejönnek dolgok, ezzel párhuzamosan jó, hogyha ugye a közösségi élet terén is van fejlődés, vagy legalább egy szinten tartás. Mindenképpen, mert hogyha akár az iskoláról beszélünk, akár itt a felújított kultúrotthonról, ami a közösséghez kapcsolódik, hogyha nincs benne tevékenység, és nincs benne gyerek az iskolában, akkor teljesen fölösleges azokkal foglalkozni, és mindig azt mondom, hogy nem elég nekünk, ugye az önkormányzatnak ez az első feladata, hogy megteremtse az infrastruktúrális lehetőségeket hozzá, de viszont ugyanolyan nagy feladatunk megtölteni ezeket élettel. Nem panaszkodunk, mert hogy a kultúrotthonunk is egy héten 4-5 nap foglalt, tehát szinte alig tudunk már adni szabad, mert hogy ott fitness is zajlik, modern táncoktatás is zajlik, és akkor a 2 néptánccsoport is. Tehát van élet, közösségi élet, viszont ez a lakosságnak egy 10-20%-a is, nekünk ezen kell dolgozni, hogy valahogy megmozgassuk a többieket is. Mivel látja ennek a kulcsát, hogy mivel lehetne megmozgatni őket? Na ez az, erre keressük még ma is a megoldást, és sajnos elég sokszor tapasztaljuk azt, hogy a személyes megszólításon kívül még messze nem tartunk ott, hogyha egy valahol kiplakátolunk, vagy ha hirdetünk egy eseményt, akkor ha nincs személyes megszólítás, hogy kérlek szépen gyere el, akár telefonhívás, vagy úgy, akkor nem jönnek el. Hogyan látja, mi a közösségi igény a településen? Ugye itt bár beszéltünk arról, hogy vannak olyan lakosok, akik nem régiben költöztek be, nekik még talán úgy az egész helyzet, vagy nem feltétlenül abban a szocializálódtak, mint régebben falvakon született emberek, de hogy lát olyan közösségi igényt, amely majdnem minden ember számára ugyanaz, vagy itt is megfigyelhetőek a más-más igények? Teljesen eltérőek az igények, úgyhogy én
Bár szeretném, nem látok egy olyan közös pontot, ami össze tudná fogni a teljes lakosságot, ugye ez a község napja kellene legyen. Hogy milyenek a közösségi igények? Hát az a, most nem tudom, hogy ez így sajnos csúnyán hangzik, de azt hiszem, hogy a legnépesebb kategória az, aki a mics és a sört választja, hogyha a közösségi eseményről van szó, és akkor ott van a legnagyobb jelenlétünk, és ez akkor így mind csökken. Megpróbáltuk azt is, hogy kulturális hetet szerveztünk, hogy minden este más-más igénynek megfelelő előadást mutassunk be. Az előadásoknak mondjuk három este úgy egy-két-három sor telt meg, annak ellenére, hogy ezek népszerűsítve voltak, és tényleg minden módon eljutattuk az információt a lakossághoz. Úgyhogy dolgozunk ezen, de igen, hogyha azt szeretnénk, hogy nagyon sokan legyenek jelen, akkor nem hiányozhat a mics és a sör, és ez ugyancsak a lakosság összetételéből is adódik. Adódik. Ugye gondolom ez is kihívásokkal jár, mint sok minden más esetekben. Milyen kihívásokkal néztek szemben az utóbbi időszakban? Milyen, hát nem feltétlenül problémák, hanem feladatokat kellett megoldaniuk? Állandóan van, tehát naponta megoldandó feladataink vannak, és nagyon-nagyon látszik ez a ciklikusság, ugye akár az ember életében is vannak jobb, nehezebb és könnyebb időszakok, nagyon-nagyon látszik ez a ciklikusság, és most nem az a ciklus van, amikor minden gördülékenyen megy, úgyhogy egyfolytában, főleg a pályázatok terén akadályokba ütközünk. Egy év után, a legnagyobb projektünk egy év után most úgy áll, hogy szinte mindent újra kell számolni és tervezni benne, mert hogy egy év után vették ezt észre a minisztériumban, hogy valami nem úgy van, ahogy ők szerették volna, miután már alá van írva a szerződés. Pont így volt 4 évünk, ami nagyon jó volt, és tényleg berobbantunk, és nagyon sok megvalósításról beszélhetek róla is, akkor most van ez a felkészülési időszak. De ezen túl vannak a helyi nehézségek is, és itt akár átérhetünk a helyi tanács összetételére is. Nincs könnyű dolgom, és ezt nem panaszképpen mondom, tehát a tanácsban egy nagyon-nagyon érzékeny többséggel kell dolgozni. Például az utolsó tanácsülést veszük, és azt hiszem, hogy a legjobb szemléltető eszköz az lesz, mivel az egyik legjobb tanácsosunk a csapat húzó ereje esett ki, és nem lehetett jelen egészségügyi okok miatt. Most úgy érezték az ellenzék, hogy akkor most nyerekben vagyunk, és megmutatjuk azt, hogy nélkülünk nem tudod végezni a dolgot. Na most már ennek olyan következményei születtek, hogy az Aquaszernek van egy nagyon nagy uniós projektje, ezt most tanában a sajtóban is, éppen a napokban lehetett a legtöbbet olvasni róla. Mindenki tudja ezt, hogy a szennyvíztisztító állomása az Aquaszernek az nálunk van Maroskeresztúron, egy általunk 99 évre átadott területen zajlik ez a tevékenység, és emiatt a helyi tanács jóváhagyása is kellett, hogy ez a beruházás, ez az uniós finanszírozás létrejöhessen, és tudom, hogy hihetetlen, de ez a projekt nem ment át a helyi tanácson. Ez azt jelenti, hogy az Aquaszernek ma a finanszírozása elúszhat miattunk. Én remélem, hogy ez nem marad így, csak hogy olyan mértékben van ez az ellenzéki erő kimutatva most, amikor erre lehetőség volt, ahogy a következményekre nem gondolunk. Tehát ez nem feltétlenül racionális. Felelőtlen döntés volt, és ez csak ilyen ambícióból, sajnos buta ambícióból történő döntések. Vagy így kell nekem dolgozni, hogy ismervén őket, megkérdeztem egy hónapja, hogyha egy projektet egyszerűen dolgozunk-e rajta, és indítványozzam-e, mi a véleményük, előre megkérdezem azért, hogy ne dolgozzunk fölöslegesen, mert egy csomó munka van egy ilyen projekttel, és akkor 15-ből 15 tanácsos mondta azt, hogy igen, rendben van, beleegyezünk, és akkor 5 szavazatot kaptam az elmúlt gyűlésben. Tehát ilyen körülmények között dolgozunk. Ezek nem látszanak ki, nem is ezek a fontosak, de viszont nagyon sokszor befolyásolnak az eredmények elérésében, még ha nem is gátolnak meg, de nagyon sokat meg tudják nehezíteni a dolgunkat, és nyújtani ezeknek a projekteknek az előrevitelét.
Már így beszélünk az akadályokról is, térjünk ki akár arra is, hogy az ellenkező példára, hogy honnan kapnak segítséget vagy támogatást, hogy egy-egy ilyen helyzetben mi az, amiből erőt tudnak meríteni, vagy akár politikailag is tőkét kovácsolni? Én megtanultam az elmúlt 7 évben, és minden túlzás nélkül mondom, önmagam boldogulni. Tehát, hogyha akadály volt arra nekem megtalálni a lehetőséget, telefonálni és megkeresni. És mindig kerül valaki, aki emberként viszonyul és segít ebben. Politikai támogatással nem dicsekszem, és ezt kimondom így anélkül, hogy rejtegetném, mert nem éreztem úgy, hogy, és igazából Maros Kereszt úrnak egyetlen politikai lobby által létrejött projektje sincs. Tehát én, ez is volt az én célom már az első perctől fogva, hogy én közigazgatást jöttem ide csinálni, nem szerettem volna politizálni, nem szerettem volna. Ennek igen vannak hátulütői és hátrányai is, amiért a közösség szenved, de ha engem választottak, akkor azt jelenti, hogy bevállalták ezeket a következményeket is, ami az én személyem által jön. Úgyhogy a legtöbbször, igen, mindig kerül segítség, tehát azt mondom, hogy, és ezt főleg égi segítségre gondolok, én hiszek ebben, hogy aminek meg kell történni, az meg fog történni, nekünk hozzá kell tenni a mi részünket, de nem, nagyon sokszor nem rajtunk múlnak ezek a dolgok. Nem rajtunk múlnak, de ettől független, vagy ezzel párhuzamosan lehet tervezni, célokat kitűzni, amely irányába lehet haladni, akár mint személy, mint ember, vagy mint közösség. Milyen célokat tűznek ki a közeljövőre, vagy akár a középjövőre? Kell tervezni, és másképp nem lehet községet vezetni, bár mi nem abban a rendszerben élünk, amikor tudjuk, hogy mi lesz holnap, és nagyon-nagyon sokszor azt mondjuk tervezünk, de ugye Isten tervez, ember végez, én sokszor azt mondom, hogy mi tervezünk, és a kormány végez, mint ahogy most is végzett velünk ezzel a rendelettel. Nagyon-nagyon sok függ attól, hogy fentről milyen irány elvek vannak, és milyen módon hagynak minket dolgozni. Terveink az főleg az van, hogy a most elkezdett és munka alatt lévő 13 darab projektünket be tudjuk fejezni. Vannak nagyon-nagyon ambiciós projektjeink, van mély garázs tervezünk, mert a parkolókkal egyfolytában gondjaink vannak. 14 tömbházunk lesz felújítva, és az E60-ason is szeretnénk egy felüljárót kialakítani, úgyhogy ezek mind olyan ambiciós projektek, amire időközben finanszírozást kell keresni, tehát ezek a mi legnagyobb terveink infrastruktúrális részen. És közösségi részen pedig én nagyon szeretném, hogyha mindenki megérteni a községben, hogy egy polgármester az tényleg mindenkit képvisel, és bárki lenne ott, az a közösségért kell dolgozzon, és nem a közösség egyik részéért, vagy a másik részéért. Ez nyilván nagyon fontos, hogy ne, ahogy mondta, hogy ne csak az egyik részért, hanem mindenkiért dolgozzon a településnek a vezetője. Ugye, ami nem egy egyszemélyes feladat, de sokszor az van, hogy bármi történik, jó vagy rossz, akkor az első, akit hát vagy elővesznek, vagy megdicsérnek, az a polgármester, és gondolom, hogy ezt ön is érezte, vagy tapasztalta az elmúlt időszakban. Mi hogyan áll a feladat elé, ugye a kihívások szembenézése kapcsán, amikor ilyen helyzet történik, mi az, ami erőt ad önnek? Természetesen az eredmények, nagyon eredményorientált vagyok, és amikor nehezen jönnek, akkor néha-néha elveszítem a motivációmat, de tovább megyünk természetesen. Az eredmények, és nem hiszem, hogy ez bárki rejtegetni, az elismerés, és amikor látod, hogy értékelve van az, amit teszel, de pont úgy motiválnak a negatív, pont úgy motivál a kritika is, pont azért, hogy bebizonyítsam, hogy nem, nincs igazatok, mert az, amit mondtok, annak nincs alapja. Polgármesternek lenni nem leányálom.
ezért mondom, hogy lehet, hogy a férfiaknak jobban illeszkedik a férfiakhoz ez. Semmiképpen nem leányálom, és itt két lehetősége van egy polgármesternek. Vagy minden tudó lesz, mert tudjuk, hogy mennyire sok rétegű a polgármester munkája, tehát mindenben szakértő lesz, ami ugye teljesen lehetetlen, vagy megpróbál olyan embereket maga körül toborozni, és olyan emberekkel dolgozni, akikben meg tud 100%-ban bízni, és akkor így le tudnak venni terhet a válláról. Ugye az első variáns az igazából nem kivitelezhető, mert nincs olyan ember, aki mindenben jó, mindenkinek vannak erős oldalai és gyengék. Úgyhogy a kulcs itt van a csapatban és az emberekben, akivel körülveszi magát. Hát kívánom, hogy a továbbiakban is így legyen, úgy csapat, mint személyes szempontból is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további sok sikert kívánok a munkájában. Én is köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok önöknek, viszontlátásra.